honlapülés, ezek a községi képviselőtestület. Tejet osztogatva tiltakoznak a tejtermelők. Pénteken tartják a kalászosok fajta bemutatóját. Topolyai gyermeknap, ballagok, bulija és oldtimer találkozó Topolyán. Holnap tartják az iskolai év utolsó kerekítő foglalkozását. Köszöntöm kedves nézőinket, május 27-i híradónkat látják. A vajdasági képviselőház tegnap szavazat többséggel elfogadta a szerbiai villanygazdaság szerkezet átalakításáról szóló információt, amelyben javasolja, hogy az Elektrovojvodina továbbra is az egyik áramelosztó vállalat maradjon, tehát ne egyesítsék a belgrádi áramelosztóval. Az állásfoglalást, amelyben leszögezik az Elektrovojvodina bezárása sérti a tartomány érdekeit, összesen 66 képviselő támogatta, ellenszavazat és tartózkodás nem volt, viszont 25 képviselő nem szavazott a tartományi kormánynak erről a javaslatáról. Az állásfoglalásban javasolják, hogy maradjon meg a decentralizált villanyáramelosztó rendszer, illetve az elosztó rendszer igazgatása is decentralizált módon történjen, éppen ezért több elosztóra van szükség, amelyek egyike az Elektrovojvodina vajdasági elosztó lenne. Javasolják azt is, hogy az Elektrovojvodina a tartomány számára stratégiai fontosságú vállalatként továbbra is gazdasági társaság státusú maradjon, a minőséges és biztos áram kézbesítés, valamint a tartomány vagyonának megőrzése érdekében. A szerbiai képviselőház ma a privatizációs törvény módosításának részletes vitájával folytatja munkáját. A változtatások lényege, hogy az állam szempontjából 17 stratégiailag fontos vállalat esetében a magánosítást még egy évvel elhalasztják. Ebben az időszakban ezek a vállalatok ellen nem indítható csődeljárás, illetve kényszer megfizetetés, mégpedig éppen a sikeres privatizáció céljából. Június 1-től olcsóbb lesz a gáz 5,25%-kal a háztartásoknak és a kisvállalkozásoknak. A gázára így 49 dinár 2 parát tesz majd ki köbméterenként a háztartásoknak, míg a kisvállalkozásoknak 46 dinár 42 parát köbméterenként adó nélkül. Az új árjegyzék szerinti első számlát a felhasználók július közepén kapják készhez. Áprilisban 1,8%-os volt az infláció, közölte a Szerbiai Nemzeti Bank. Becslése szerint az év második felében növekedni fog, december végéig 3,5-4%-os lesz. A szakemberek ebbe beleszámították a várható áramdrágulást is, ami a termékek árának emelését vonná magával. Közel 30 napi rendi pontról tárgyalnak a Topolyai Községi Képviselőtestület következő ülésén, melyre május 28-án holnap 9 órától kerül sor. Napi renden szerepel többek között a határozati javaslat Topolya Községi Költségvetésének 2014-es évi rendezett zárszámadásáról, a Községi Költségvetés 2015-ös évi újraelosztásáról, számos intézmény tavalyi évi működéséről. Határozati javaslatot terjesztenek be a Bajsai Helyi Közösség 2015. augusztus 1-e és 2025. július 31-e között kivetendő helyi járulék bevezetéséről és az ezzel kapcsolatos népszavazás meghirdetéséről. Naponta mintegy 200 ezer liter tejet szállítanak Szerbiába az Európai Unió országaiból. A behozott tejet alacsony áron vásárolják fel, a szerbiait így nem tudják értékesíteni a termelők. Nincs kinek eladniuk, a tejgyárak ugyanis elállnak a felvásárlástól. Annak érdekében, hogy a gazdákat megvédjék, de ne menjen a Brüsszellel való kapcsolatok kárára sem, Szerbia aktiválhat bizonyos védelmi mechanizmusokat a stabilizáció és a társulási megállapodással összhangban. A topolyai szarvasmarha tenyésztők, tejtermelők és állattenyésztők egyesülete tüntetést szervez, abból a célból, hogy felhívja a tejtermelők ellehetetlenített helyzetére a figyelmet, valamint hogy az emberek megismerjék, milyen is az igazi tej. Kérik a civil szervezeteket, egyesületeket és legfőképp a tejtermelőket, hogy május 28-án csütörtökön 10 órakor csatlakozzanak a tiltakozáshoz a tej felvásárlásának problémájára. A tiltakozás abban nyilvánul meg, hogy tejet osztanak szét a lakosság között, remélve a lakosság támogatását. A gyülekező Topolyán 9 óra 45 perckor lesz a Panda áruház előtt. Zentán, Magyar Kanizsán, Szabadkán és Adán is megszervezik ezt a figyelemfelkeltő akciót, melynek szlogenje jobb szétosztani, mint kiöntözni, ha már a tejgyáraknak nem kell a kistermelői tej.
Nagyon kellett a napokban hullott csapadék a haszonnövényeknek, száraz volt a hónap eleje, de az utóbbi hétben kiadós májusi eső áztatta a határt. A mérések szerint 80-tól 90 liter csapadék hullott négyzetméterenként ebben a hónapban Topolya környékén, ennek jó része az elmúlt napokban. A kapás növények és az őszi kalászosok is jól fejlődnek. Az árpa és a búza szemtöltődés fejlődési szakaszában van, amikor nedvességre és napos időre van szükség. Egyedül a magas hőmérsékletek okozhatnak hozamcsökkenést, de ettől a meteorológusok előrejelzése szerint a következő napokban nem kell tartani, csak vasárnap mérhetünk ismét 25-28 fokot a nappali órákban. Pénteken, május 29-én 11 órától tartják meg a már hagyományos rendezvényt, a kalászosok fajta bemutatóját a Krivaja melletti mintaparcellákon. Az idei évben is megtartjuk a buzanapokat. Sorszám szerint az 49-re kerül most sor, és a 17. alkalommal mutatjuk be a takarmányborsó fajtákat is. Hol és mikor várják a termelőket? A gyülekezés az 10:30-kor kezdődik, Krivaja és Rogatica közötti úton. Ott van ugyanis a mezőgazdasági szakszolgálatnak a mintaparcellája, ott van a gyümölcsösünk is, és az mellett meg fogják látni az érdeklődők, hogy hol is gyülekeznek a többiek. Tehát ott van a többi mintaparcellánk is, a búza is, a kukorica is, napraforgó is, és a szója is. De hát most egyelőre csak a kalászosokról lesz szó, és a takarmányborsókról. Mi a fontossága ennek az eseménynek? Mi az, ami fontos a termelők részére egy ilyen összejövetelen és egy ilyen szakbemutatón? Időről időre ugye a magnemesítő cégek újabb és újabb fajtákkal állnak elő, és ezek a búzanapok, vagy hát ugye nem csak búzáról van itt szó, hanem egyáltalán a gabonafélékről, itt bemutatásra kerülnek, úgyhogy a termelők azok megnézhetik, hogy melyik, hogy is néz ki, és hát valójában ezeknek a mintaparcelláknak később, majd aratás után lesz egy eredmény listája is, és ezeket az eredményeket a téli előadások alkalmával mi rendszeresen prezentáljuk a termelőknek, az érdeklődőknek, és nyomtatott formában is, akit érdekel, az ugye hozzájuthat, tehát az elkapja. Ami az időjárást illeti, pár nap alatt nagyon sok eső esett, föltételezem, hogy már nagyon kellett, főleg a gabonafélékre. Mennyi mennyiségről tudunk beszélni, és mit jelent ez a gabonafélékre? Május hónap folyamán most már több mint 100 liter eső esett ma reggelig. Ez az eső, ez már nagyon kellett, nem csak a gabonaféléknek, hanem mindennek, tehát gyümölcsösöknek is, mindennek nagy szüksége volt most már a nedvességre. Hát megváltás volt, mondhatnám így is. Ha nem lett volna az eső, akkor ez mit jelentett volna a további termelésre? Az biztos, hogy kihatással lett volna a hozam, hát minden vízhiány kihatással van a hozamra, meg hát ne felejtsük el, hogy sajnos az utóbbi időszakban egy olyan tendenció figyelhető meg, hogy elég sokan tavaszra hagyják a szántást, nem szántanak föl ősszel, és az idei évben is elég sok parcella nem lett időben fölszánt, megművelve, és ezek a parcellák elég rögösek voltak az ilyen területeken. A víz is máshogy raktározódik, és máshogy elérhető a növények számára. Nehezebben kelnek, mert rögösebb, nehezebben művelni, úgyhogy mindenképpen a frissen vetett növények számára is ez az első, ez nagyon jól jött. Persze az első után majd a sorközi megmunkálás következik, az ekézés, és hát a korrekciós műveletek, ami a gyomírtást illeti. Kubai gyógyszerek és védőoltások szerbiai használatáról születtek konkrét megállapodások a szerbiai állami delegáció legutóbbi
havannai látogatásakor, közölte a Szerbiai RTV műsorában Zlatibor Lončár egészségügyi miniszter. Keresik annak a módját, hogy a hazai piacon mielőbb megjelenjen a tüdőrák elleni kubai védőoltás, valamint a cukorbetegek sebeit gyógyító orvosság. Fennáll annak a lehetősége, hogy a két ország együtt gyártson bizonyos vakcinákat, és ez történelmi esély Szerbia számára, mondta a tárca vezető. Jelezte, hogy hamarosan Kubába utazik egy delegáció, amelyben helyet kapnak a belgrádi Torlak intézet, az egészségügyi felügyelőség, a gyógyszerügynökség, valamint a gyógyszeripar képviselői. Szeptemberben jelenik meg a magyar helyesírás szabályai legújabb 12. kiadása, melynek összeállításáról 2003. novemberében döntöttek, közölte a Magyar Távirati Irodával a Magyar Tudományos Akadémia kedden. A legutóbbi kiadás 1984-ben látott napvilágot, a szabálygyűjtemény 11. kiadása számít a legfrissebbnek, amelynek szótári anyagában bővített 12. lenyomata 2000-ben jelent meg. A 11. kiadás 2016. szeptember 1-ig marad érvényben, vagyis egy éven keresztül a változások előtti és utáni szabályok szerint írt szövegek egyaránt szabályosnak fognak számítani, olvasható a közleményben. Az Origo Egyesület és a 3 plusz nagycsaládosok egyesülete szervezésében a Topolyai Önkormányzat fővédnökségével június 6-án tartja meg az első Topolyai Gyereknapot. Ugyanezen a napon tartják a ballagók buliát is. A részletekről Tölgyesi Húba, az Origo Egyesület elnöke számol be. Színes program várható június 6-án szombaton a felvonulási téren, ugye ezen az új téren a tűzolt otthonnal szemben. És egész a nullától szerintem 14-5 éves korig mindenki tud majd magának programot találni, lesz babamama sátor, ovis sátor, iskolás sátor, trambulin, mászófal, lovaglási lehetőség, édességek, úgyhogy minden program így igyekszünk tényleg a gyerekeknek színessé tenni, úgyhogy várjuk a családokat. Fontos, hogy a rendezvény ingyenes, tehát tényleg mindenkit szeretettel várunk ott a téren 2 órától. Az a célunk, hogy ebből is egy hagyományos rendezvényt csináljunk, és egy komoly gyerekfesztivál legyen, ha nem is több napos, de legalább egy egész napos már talán a jövő évtől kezdve, tehát már vannak ötleteink, terveink a jövő évre is. És hát ez a nap mindenképpen a fiataloké, hiszen aznap este, szintén június 6-án kerül megrendezésre a ballagók bulija, ez pedig a mezőgazdasági iskola sportcsarnok a melletti téren, tehát egy szabadtéri buli, ami ugye igen ritkaság itt Topolyán, hogy szabadtéren tudunk bulizni, így szintén szeretnék meghívni minden kedves fiatalt, időset is akár, tehát nem csak a ballagókat, ugye őket különösen várjuk, de mindenkit este 9 órától ott kint a sportcsarnok melletti téren, és hát egy igazi fiatalos, diszkós programot raktunk össze, 4 DJ-vel, ugye DJ Palu, Noise, Allen és Surfi fognak fellépni, tehát így vannak topolyai DJ-k is, valamint akik igazán közkedveltek mostanában a diszkók, diszkókban ugye a fiatalok körében, úgyhogy egy igazi fiatalos bulis este várható, ami kiváló alkalom így az iskolai év lezárására és a nyár kezdetére. Ez is ingyenes teljesen a buli, tehát ide is mindenkit szeretettel várunk. Fontos kiemelnem, hogy ennek a két rendezvénynek a fő támogatója most a Topolya község, tehát az ő felkérésükre végül is szervezzük ezeket az eseményeket, és támogat még minket ugye a Topolyai helyi közösség, a művelődési ház és természetesen a mezőgazdasági iskola, akik ugye lehetővé teszik, hogy ott az ő területükön megrendezzük ezt a bulit. Úgyhogy kövessen minket mindenki a legismertebb ugye társasági oldalon, ott megtalálhatják az Origo Egyesületet, és hát minden eseményről ott bővebb információt kaphatnak, úgy a gyermeknapról, mint a ballagók buliáról, és hát minden másról is, amit szervezünk itt Topolyán. Június 6-án Oldtimer találkozót tartanak Topolyán az Idegenforgalmi Szervezet, az Obnatica Turisztikai Központ és a Szabadkai Nemzetközi Oldtimer Klub szervezésében. A veterán járműveket 10-től 11 óráig Topolya központjában a Saros Boldogasszony katolikus templom előtti parkolóban lehet megcsodálni, majd 11 órától 14 óráig Zobnaticán. Május 28-án csütörtökön tartják az idei iskolai év utolsó kerekítő foglalkozását Topolyán. A Művelődési Ház kiállító termébe 16 óra 30 perctől várják a 0-3 éveseket a mondókás munkára, majd 17 óra 15 perctől a bábos tornára a 1,5-4 éveseket. A részvételi díj mindkét foglalkozás esetén 200 dinár felnőttenként. Érdeklődni a 713-515-ös telefonszámon lehet.
A Topolyai Golgota gyülekezet ifjúsági hálója szervezésében angol nyelvtábor tartanak június 22-től június 27-ig. A tábor helyszíne a gyülekezet székhelye Topolyán a Főutca 36-os szám alatt. Az angol anyanyelvű tanárok foglalkozásai mellett sportjáték és szórakoztató programmal várják az érdeklődőket. A tábor részvételi díja 700 dinár. Bővebb információ és jelentkezés a 060 530 89 88-as telefonszámon. Az elkövetkező napokban a pázsit fűfélék pollen koncentrációja elérheti a közepes, magas, helyenként a nagyon magas szintet. A csalánfélék levegőben lévő koncentrációja a közepes tartományban alakul. A pillangós virágúaké és a bodzái alacsony szinten van jelen a levegőben. A szabadkai községközi sakligában a harmadik fordulót játszották vasárnap. A Kishegyesi Egység otthonában szoros mérkőzésen 4,5-3,5 arányban nyert a bajsai csapat ellen. A szabadkai Hask idegenben 4,5-3,5-re legyőzte a nagyfényi csapatot. A Pacséri Bácska idegenben nyert a magyar kanizsai Potiszi ellen. A gunarasi csapat volt az erőnyerő ezúttal. A következő fordulóban a bajsaiak a magyar kanizsai csapattal mérkőznek, a kishegyesi sakkozókat a Hask fogadja Szabadkán, a nagyfényiek pedig Gunarasra utaznak. Csütörtökön a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, néhol zápor kialakulhat, többnyire mérsékelt északnyugati szél várható. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 9 és 11 fok között lesz, a legmagasabb nappali 19 és 21 fok között várható. Pénteken többnyire napos idő lesz, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadék már nem várható sehol sem. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 10 fok között várható, a legmagasabb nappali pénteken 23 és 24 fok között alakul. Mai Kultúrvarázs című magazinműsorunkban a Topolyai Filmmúzeum civil szervezet 4. Egri József nemzetközi ifjúsági filmpályázatának eredményhirdetésére látogatunk el, majd megismerkedhetnek egy nyugalmazott újságíróval, aki nemrégiben adta ki verses kötetét. Tartsanak velünk 16 óra 30 és 19 óra 30 perctől. Műsorainkat megtekinthetik a www.express.co.rs címen, a Régiórádiót hallgathatják és további híreinket olvashatják a www.regioradio.co.rs honlapon, valamint követhetik híreinket a Facebookon is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó televíziózást kívánunk. Viszontlátásra!